Sziasztok, Vicuska vagyok! Szeretném bemutatni nektek, hogy a fotofiltre szelekciónjait veszek egy lapot. Hogy tudjuk felhasználni korálben. Tehát itt vannak a szelekciónok a kijelölésnél, az alakzat betöltésénél, és itt vannak azok a híres mifók, amiket már szoktunk használni leckében, de sajnos ezt a korálban nem tudjuk használni. Mert hiába töltjük fel ezeket a szelekciónokat a korál mappájába, korál szelekció mappában bizony hát nem működnek. És ebben szeretnénk nektek segítséget adni, hogy megmutatom nektek, hogyan tudjátok bevinni ezeket a szelekciónokat a Corel mappájába. Hát, ezzel egy kis dolgunk lesz, nem sok, egy hármat elkészítek nektek, és akkor utána már tudtok ö, ti is készíteni szelekción. Hát, vegyünk innen egy szelekciónt a fotofiltrébe, mondjuk a Mifo 45, ez jó lesz, szépen. megnyitjuk, hát igen, csak egy kicsit megnagyítjuk itt, most itt a jobb gombbal ebből az arányok megtartásából nem veszük ki a pipát. Na hát elment, itt nem a legjobb esemény történt. Na most így körülbelül beosztjuk, hogy így, és akkor ezt beöntjük egy feketével, feketével, és akkor ezzel már készen is vagyunk, megszüntetjük a kijelölést, tehát a fotofiltrébe ennyi dolgunk van. Na most hármat fogok nektek csinálni, még veszek egy lapot, megint megyek a kijelölésre, az alakzat betöltésére. Hát nem ezt, valami érdekeset majd csinálok, mondjuk ezt. Megnyitás, és akkor fogod, megnagyítod, szépen elhelyezed úgy középre, hogy alul is, felül is egyforma hízak legyen, és akkor fogod, beöntöd. Mivel is feketével, azért feketével, hogy simán ki tudjuk ön ütni. Tehát ez a második, csinálok még egy harmadikat, veszünk egy lapot, és akkor kijelölés, alakzatbetöltés, és ugye, hát megkeresem ezt a híres tampedjemet most nem tudom hirtelen hol található, de itt van, nézzétek csak! A híres tampegyem, hát egy nagyon picikét összehúzzuk, egy nagyon picikét. Elejezzük szépen, beöntjük feketével, és készen is vagyunk. Tehát készítettünk három szelekciót, itt van mind a három, így akarom mutatni. Mindegy, lényeg az, hogy az elsőt elmentjük, tehát fáj, mentés másként. Elmented az asztalra, vagy akár hova. Na most ez az első már elkészítettem én egyszer, ez lesz a 13-as. Nem baj, ha megvan. Oké, okay. tehát innen kicsukod, nem kell tovább. Ez még nem kész, fáj, mentés másként. Elmented mondjuk 16-osra mentés. Tehát elmentedes ezt sima mappába, mindegy, hogy hova. Ez pedig lesz a 17-es mentés másként. PNG-be mented el 17-es, tehát itt sajnos ez nem megy másként, csak úgy, hogyha egyenként megcsinálod. Behozod a korelt, hát ami nem tudom, nekem elment itt a korelem. Valami probléma volt vele valószínű, de talán meg lesz. Mindjárt. Reméljük be is jön. És akkor már, már itt is van, jól van. A fotófiltrét lecsukom, mert ezzel már nem lesz gondom. Tehát ebbe betöltöttétek a szelekcionokat, beöntöttétek, feketével is elmentettétek, PNG-be. Következő dolgod a korálba lesz. A korálban behozol egy üres lapot. Amikor behoztál egy üres lapot, innen behozod, ahova elmentetted ezeket a híres szelekcionokat. Mondjuk. Mm, a 16-os, megnyitod, itt van, nem is kell behozni lapot, bocsánat, megnyitod, fogod a varázspálcát, belekattintasz a közepébe, és nyomsz egy delete gombot, vagy egy edit kútot. Edit kút. Edit kút. És itt van a szelekciónod. Nem kell más tenni, mint elmenteni, de hogyan is? Szelekción loat szép szelekció, de nem itt az elsőre kattintasz, hanem a szép szelekció, tehát mentés, szelekció mentése. És itt adsz neki egy nevet, hogy mit tudom én, ez azt hiszem a 16-os volt, és akkor szív. És akkor ez már ki is kattintod, sikeres volt, reméljük. Ezt azért itt hagyom még. És akkor behozzuk még a 17-est is, 17-es ez volt, behozott szépen. Na most ezt másféleképpen csinálom, mert nem csak a varázspálca létezik a világon, hanem fogod, szelekción áll, kijelölöd, tehát a szélét kijelölte. Utána a szelekción tehát ez a, Kijelölés, ez az inverse kijelölés szerintem, Selection de Float, az pedig, hogy a széléről menjen el a kijelölés, és nyomunk egy delete gombot, vagy egy edit kútot. Tehát így is lehet. Most Selection, Selection, load Save Selection, és Save Selection to Disk. És mondod neki azt, hogy 17-es, és oké. Okay. És akkor már készen is vagyunk, most kipróbáljuk, hogy mit tettünk. Ugye itt ez a lapocskánk, készítettünk egy gradientet, itt van oldal, megyünk a szelekcióra, Load Selection from Disk, és akkor kikeresjük, amit készítettünk az előbb mondjuk. Hát van itt egy pár, ez a csillag is nagyon szép, de ezt készítettük a 17-est, és akkor megnézzük, hogy mekkora. És akkor fogod, veszel egy új réteg üres lájér, New Raster layer, és akkor ezen kijelöltet felsőn beöntöd, mész a bödönnel, és már kész is vagyunk. És ebből aztán már bármit lehet csinálni, akár, akár, tehát ez itt visszamentem, bocsánat, megszüntetjük a kijelölés, Windows, Windows, és selekcionno ne? És akkor itt van nekünk külön rétegen, tehát ezzel bármit lehet csinálni, ha megyek a movetollara, lehet húzkodni, kisebbíteni, kicsinyíteni, akár, mit tudom én, tekerni, csűrni, csavarni, így, megnagyítani. Tehát ez már a ti dolgotok, hogy mit csináltok vele. Esetleg a leckémhez felhasználom, de nem tudom. Tehát ennyi volt a szelekció készítése korábban. Ugye, még egyszer elmondom, fotofiltrébe elkészítétek a szelekciót, behozzátok, beöntitek feketére, elmentitek PNG-be, utána behozzátok a korálba a korálban e, behozod új képként, és a varázspálcával. Belekattintasz a közepébe, Edit kút vagy a deletével. Kicsukod, vagyis kizárod, és utána pedig elmented a szelekción, load, save szelekción. Tehát most itt nem él már, mert nincs itt bent olyan lehetőség. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és remélem, hogy tudtam segíteni. További szép napot és jó munkát kívánok nektek! Sziasztok!